Építkezik, felújít, a kertet tenné rendbe. Ezekhez nincs szüksége drága gépek vásárlására. Kölcsönözzön kis és nagy építőipari gépeket, kerti és háztartási gépeket, állványokat, valamint utánfutókat kedvező áron a Halas Gép Kölcsönzőben. Szezonális gépekkel és akciókkal várunk mindenkit. Halas Gép Kölcsönző. Kiskunhalas, Széchenyi utca 83. Végéhez ér a kivitelezés, kívül-belül megújult az Erzsébet királyné téri önkormányzati társasház. Helyben lehet okmányokat intézni, mobil kormányablak járja a térség településeit. Ember az emberért országos elismerést kapott Tallérné Nyitrai Ilona. Közös élmények, családi napot tartott a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Köszöntöm Önöket, október 5-e van, ezek pedig a térség legfrissebb információi. Végéhez érnek az Erzsébet királyné téri önkormányzati társasház felújítási munkálatai. Az épületet modernizálták, és a környezete is sokkal rendezettebbé válik. A következő feladat a bérlők kiválasztása lesz. Arra fognak törekedni, hogy az ingatlan ne váljon olyan lepusztulttá, mint amilyen korábban volt. Rá sem lehet ismerni, kívül, belül megújult Halason az Erzsébet királyné téri önkormányzati társasház. A kivitelezés során a korábbinál jóval korszerűbb lett az épület. Önkormányzatunk 500 millió forintnyi visszanemtérítendő támogatást kapott a szegregált városrészek felújítására, illetve hogy ilyen témakörben infrastruktúrális munkák végzésére, és ennek a projektnek az egyik részeleme volt az Erzsébet királyné téri társasháznak a felújítása. Aki korábban járt erre, ő emlékezhet még rá, hogy másfél évvel ezelőtt milyen síralmas állapotok voltak, akár a házon kívül, inkább a házon belül. Ahhoz képest most a felújítási munkák keretében radikálisan és nagyon szépen megújult az épület. Szerkezeti visszabontásra került tulajdonképpen. Éppen új födémszigetelés készült, teljes homlokzati hőszigetelés, új nyílászárók kerültek be, valamint a fűtési rendszer és az elektromos rendszer is teljesen megújult, egy korszerű fűtési rendszer került beépítésre. A modernizált gépészet segítségével költséghatékonyabb lesz a lakások fenntartása. Kazán, 70 kilovolt, egy nagyobb kazán, 2 darab melegvizes tároló, egy melegvizes egység, ami készíti a melegvizet, illetve emeletenként, szintenkénti szivattyúk, ami viszi a melegvizet, vagy a fűtési vizet fölfalá. Az micsoda? Ez egy keverőszelep, ami a hideg-meleg vizet keveri össze, vagy egyforma hőmérsékletű vezménynek hozza, illetve egy cirkulációs vezeték, ahol a szivattyúval, hogy mindig megfelelő mennyiségű melegvíz legyen mindenhol, az utolsó, meg az első helyiségén is. A feladatokból még hátra van az épület környezetének rendezése. A kivitelező munkáját elvégezte, tehát a munkaterületről levonult, nagyjából ugye rendet is rakott a külső körletben, úgymond tehát az udvaron. Ennek a csinosítgatása, ez majd még a jövő zenéje lesz, itt nyilván próbálunk a külső részeken is olyan kultúrát, környezetet teremteni, ami egyrészt könnyen karbantartható, másrészt meg még egy kicsit esztetikusabbá teszi az épület megjelenését, valamint az épület háta mögött az udvarban volt egy kamrasor, az továbbra is eléggé rossz állapotban van. Ennek a felújítása a jelen projektben nem tudtunk költeni. Keressük annak a lehetőségét, hogy azokat, hogy tudjuk majd esetleg kerékpártárolónak, vagy kisebb kamráknak alkalmas állapotba hozni. A következő lépés a beköltözés követelményeinek kidolgozása és a bérlők kiválasztása lesz. A fizikai munkák azok megtörténtek, gyakorlatilag a lakások használható állapotban vannak. A következő nagy feladatunk az lesz, ami már itt a helyszínen nem lesz annyira látványos, de legalább annyira fontos, hogy kitaláljuk és megkonstruáljuk azokat a föltételeket, amikkel az ide visszaköltöző bérlő kiválasztása fog megtörténni, illetve azok a szerződéses feltételek, amikkel itt bérlakáshoz lehet majd hozzájutni. Valószínű, hogy a bérleti szerződésben fognak majd szerepelni olyan speciális szabályok, amik garantálják azt, hogy egyrészt közüzemi tartozásokat ne tudjanak a bérlők felhasználni, vagy fölhalmozni, illetve hogy
olyan állapotok ne alakulhassanak ki a lakásokon belül sem, amilyenek korábban tapasztalatúak voltak. Tehát minden eszközzel azon leszünk, akár a bérlő kiválasztás szempontrendszerét tekintve is, hogy a most létrehozott eredmény az hosszú távon is megmaradjon. A teljes épületben 55 darab lakás található, ebből egy kétszobás van, a többi az pedig egy szobás mini garzon tulajdonképpen. Tehát ez nagy családosoknak nyilván nem alkalmas, viszont kezdőházaspároknak akár egy ilyen induló rövid távú megoldásnak használható lehet. Amint meglesznek a pontos részletek az önkormányzati bérlakásokba történő beköltözés feltételeiről, közzé teszik a tudnivalókat a leendő lakóknak. Az őszi és a téli iskolai szünetben is kapnak díjmentes ebédet a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Arra kérik a szülőket, hogy a megküldött igénylőlapokat személyesen juttassák vissza a városházára, a szociálpolitikai csoport részére ügyfélfogadási időben legkésőbb október 20-áig. Akkor is kérnek visszajelzést, ha nem igénylik a szünidei étkezést. A bölcsödések és óvodások esetében nincs őszi és téli szünet, részükre az étkeztetés az intézményben, a bölcsödében, óvodában biztosított, tette közzé a városháza. Helybe ment a segítség. Ezekben a napokban a térség településeit járja a kormányablakbusz. Elsősorban a különböző okmányokat lehet intézni a mobil kormányablakban, de az ügyfélkapu megnyitásában is segítenek az ügyintézők. 8-ra jöttünk, 3-ig vagyunk, kint tisztállás a piac téren. Voltak már egyek rögtön érdeklődők, igazolványt csináltatnak legtöbben, jogosítványt. Dr. Talós Bálint járási hivatal vezető is elkísérte munkatársait a mai kitelepülésre. Mint mondta, ez a hét arról szól, hogy a járás 7 településén élőkhöz közel vigyék a kormányablak egyébként halason és tompán elérhető szolgáltatásait. Okmányügyi intézésbe tudunk segítséget adni az állampolgároknak, az ügyfeleknek, illetve akár gépjármű ügyintézést is be tudunk vállalni. Hát a teljesség igénye nélkül személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, forgalmi, és nem utolsó sorban azt megjegyezném, mert ugye azért Magyarországon még ezzel is hadilábon állunk, közel alig 3,5 millió állampolgárnak van ügyfélkapuja, de ügyfélkaput nyitni is tudnak a mobilizált ügyfélszolgálatban az állampolgárok. Csilics Istvánné is megspórolt így egy utazást, most itt helyben segítettek neki. Ez nagyon jó szolgáltatás, ma reggel kijöttem, megláttam a kormányablakos autót, és nem kell halasra fölutaznom, vagy tompára, mivel mozgáskorlátozott is vagyok, és ez egy első osztályú helyzet, hogy így alakult, hogy és akkor itt mindent megcsináltunk, fényképezést, minden. Mit sikerült ügyintézni? Személyigazolvány csináltatás volt, készítés. Most gondolom 10 évre. Nagyon aranyosak a hölgyek. Kis Istvánné számára is kapóra jött a mobilizált ügyfélszolgálat. A hölgyek hasznos tanácsokkal látták el a későbbi ügyintézésekhez. Jelen pillanatban csak segítséget kaptam, támogatást, útmutatást. Olyan problémáim vannak, amiket továbbiakban a földhivatalhoz kell mennem, utána a lakcímbejelentés. Tehát ez nem egy dolog, hanem több összetett dolog. Én nagyon örülök neki, hogy ennyire értelmesen, aranyosan elmagyarázták segítőkészen a dolgokat, hogy kezdjem el és hogy folytassam tovább. Eddig egy ilyen kormányablak busz járta a térséget, jövőre akár már egy másik is hadrendbe állhat. A Bács-Kiskun megyei kormányhivatalnak egyetlen kormányablak busz állt a rendelkezésére, és ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen egy ilyen tavaszi, őszi, mondjuk így mezőgazdasági településen vagyunk, vetésforgóba tudtunk jönni egy-egy hetekre a települések tekintetében és az ügyfelek megsegítésére. Ez most annyiban fog változni, hogy múlt hét pénteken átadásra került Kecskeméten a kormányhivatal részére a miniszterelnökség jóvoltából egy második kormányablak busz. Ez reményeink szerint, nem elkiabálva a lehetőségeinket, talán az fogja eredményezni, hogy jövő évtől kezdődően gyakrabban ki tudunk jutni az ügyfelekhez, ilyen módon is mobilizáltan.
Országos elismerést kapott Tallérné Nyitrai Ilona. A Halasi Egyesület elnöke Budapesten vehette át a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége megalapításának 40. évfordulójához kapcsolódó Ember az emberért kitüntetés aranyfokozatát. Tallérné Nyitrai Ilona a mozgáskorlátozott emberek érdekében több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő és lelkiismeretes munkája elismeréseként kapta meg az országos díjat. A Halasi csata 234 vitézére emlékeztek, a jelenlegi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum Majsai úti oktatási területén zajlott 1703. október 5-én a Rákóczi szabadságharc korai szakaszának egyik legvéresebb ütközete. Ennek kapcsán tartottak megemlékezést ma délelőtt, a jelenlévőkkel Hozdik Zsolt kanonok plébános osztotta meg gondolatait, majd koszorúkat, mécseseket helyeztek el az emléktáblánál. A város nevében Kuris István László alpolgármester koszorúzott. A megemlékezés végén mutatták be azokat a halasi csatához kapcsolódó festményeket, amiket Vajgel Pál kiskunhalasi festőművész ajánlott fel a Rákóczi gimnáziumnak. A művésznek Téglás László igazgató mondott köszönetet. Néhány nappal ezelőtt betoppant az intézményünkbe Vajger Pál úr, akit nagy szeretettel köszöntök, kiskunhalasi festőművész. Pál azzal a felajánlással fordult hozzánk, ez múlt hét során történt, hogy az általa készített festményei sorában három darab egy kompozícióba tartozó 2014-ben készült, kifejezetten a Halasi csata tematikai alkotást felajánlja az iskolánknak, ami bevallom először, úgy nem is nagyon hittem, hogy ezeket a mondatokat akkor most szó szerint is így kell értelmeznünk, és hát a tegnapi napon ezeket a képeket, amiket itt tőlem jobbra láthattuk, ezeket el is hoztuk az iskolába. Tehát egy kicsit szimbolikusnak is gondolom innentől kezdve ezt a 10. Tekós Halasi csata ünnepséget, ezen a pici jubileumon. Október 6-án szerdán az aradi vértanúkra emlékezünk. 10 órakor a Sétáló utcai emléktáblánál a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai adnak ünnepi műsort. Ezt követően koszorúzás lesz az emléktáblánál, majd virágok elhelyezésére kerül sor a Torma János Múzeumban, az Aradi Vértanúk című festménynél. Ha esik az eső a megemlékezés idején, akkor módosul az ünnepség menete. Eső esetén 10 órakor a Sétáló utcai emléktáblánál koszorúzással indul a program, és ezt követően bent a múzeumban tartják meg a műsort. 6. alkalommal rendezte meg a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda a családi napját. A szülőket és a gyermekeket változatos program várta. A cél az volt, hogy kötetlen keretek között töltsenek el a résztvevők néhány kellemes órát. Hajrá, 3A! Gyerünk, ügyesek vagytok, gyertek! Játékos sportversenyek is színesítették a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda családi napját. Az anyukák és apukák aktív részesei voltak a programnak, szurkolásból, biztatásból sem volt hiány. Dózsáné Mohos Mónika igazgatónő szerint ezek az alkalmak kiváló csapatépítők. Most már szinte nagyon egyértelmű, hogy szeptember végén, október elején megrendezésre kerül ez a családi programunk, ahol az a célunk ezzel, hogy egy kicsit összetartsuk a családokat az iskolával, mert hát a család és az intézmény együttműködésének és a gyereknek a személyiségfejlődésének ez egy kiemelt alapja, hogy a szülő és a pedagógus egy olyan kapcsolatot tudjon kialakítani, ahol az elfogadásra és az egymás tiszteletén alapul ez az együttműködésük. És nagyon örültünk neki, mert körülbelül most olyan 700-an vagyunk itt ezen a rendezvényen. Osztályfőzések vannak, lehetőségeket kapjanak arra, hogy beszélgessenek egy kicsit. Mert amikor ilyen rohanásban, hétköznap a szülő értekezleten összefutnak, akkor mindenki nagyon siet, de egy ilyen szabadidős program segítséget ad nekik, hogy egy kicsit beszélgessenek egymással. A diákok is kivették a részüket az ebédkészítésből. Rántott szeletet készítünk, éppen a panírozás folyik. Saslikat készítünk, és most vágjuk föl a hagymát, utána, hát már kész van a többi hozzávaló, csak
A hagyma hiányzik még. Besegítenek a felnőttek is. Együtt fogjuk megenni, és mindenkinek megvan a feladata, akik beosztották. A szülők számára is igazi kikapcsolódás jelent egy-egy ilyen családi nap. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy találkozzanak a szülők, a gyerekekkel együtt főzünk, együtt készültünk erre, nagy izgalommal válták a gyerekek, és az idő is kegyes hozzánk, minden programot meg tudunk valósítani. Ez egy családbarát iskola, és büszkén állíthatom, hogy nagyon jó a szülői közösségünk is, és mindent megteszünk a gyerekekért. Ez is egy ilyen csodálatos nap, úgyhogy izgalommal vártuk, és reméljük, hogy minden jól sikerül. Finom étkeket eszünk, főzünk együtt, és együtt játszunk a gyerekekkel. Nagyon-nagyon vékony rétegekre felszeli a program az ábrát, és akkor gyakorlatilag minden réteg egy nagyon egyszerű kis ábra lesz. Nem csak szabadtéri programok voltak ezen a délelőttön. Kucsó István a 3D-s nyomtatás rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket, az aulában pedig Sáli Levente homokanimációja tette teljessé az intézmény családi napját. Szerdán reggel jelenik meg a Halasi Tükör 40. száma. Az újság tudósít arról az ünnepségről, amelyet a Lomb utcai óvodában tartottak egy közel 130 millió forintos fejlesztés zárásaként. Egyre népszerűbb a kerékpározás, az ehhez kapcsolódó fejlesztésekről is ír a lap újságírója egy előadás kapcsán. A Tükörben nyilatkozott Ábrahám Zsófi, aki a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus önkénteseként ott lehetett a Ferenc pápát búcsúztató kiválasztottak között. Képes beszámolót közöl az újság arról a találkozóról, ahol a Medosz 50 évvel ezelőtti bajnok csapatának játékosait köszöntötték. Most pedig röviden felidézzük újra, hogy mik voltak a híradó legfontosabb témái. Végéhez ér a kivitelezés, kívül-belül megújult az Erzsébet királyné téri önkormányzati társasház. Helyben lehet okmányokat intézni, mobil kormányablak járja a térség településeit. Ember az emberért országos elismerést kapott Allérné Nyitrai Ilona. Közös élmények, családi napot tartott a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kedves nézőink, ez volt keddi hír összefoglalónk, most pedig jön az időjárás előrejelzés, mutatjuk, hogy a következő 24 órában mennyire lesz meleg vagy éppen hideg a városban. Azt követően pedig a napi mozaikban a Halasi csata áldozataira emlékezünk majd 8 percben. Ezt követően könnyedebb témákkal folytatjuk az estét, hiszen 7:30-kor kezdődik majd Koktél újra keverve című szórakoztató magazinunk. Én ezzel kívánok további kellemes televíziózást mindenkinek, kérem nézzenek bennünket holnap is, viszontlátásra. We'll be right back.